Nandu tojás a földön. Kis kenguru az erszényben. Folyamatosan bővül újszülöttekkel a kecskeméti vadaskert lakossága. Bár most zárva kell legyen az állatkert a koronavírus miatt, a baby boomnak még ez sem szabhat gátat. A madaraknál is elkezdték a tojásrakást, például a Nandunál ilyenkor szokták lerakni a tojást, de az emlősöknél is sorra, hogy megyünk végig a vadaskerten, lehet látni, hogy apró jószágokat találunk. Éppen például a mai napon született egy kis muflonbárány, de a kis kecskék is egészen megszaporodtak, több mint egy tucat kis kecske született, de van két új kis kengurunk is, az egyik nagyobb, a másik már kisebb. Napvilágot láttak kicsi indiai antilopok is. A következő időszakban természetesen további újszülöttekre kell számítani. Bővülni fog például a lámák, a szurikáták, a gyűrűs farkú makik és a rézusz makákók családja is. De van másik meglepetés is. Noé bárkája kikötött a vadaskertben. Elkészültünk az új játszótérrel. Lehet azt mondani, hogy kikötött Noé bárkája, az állatok már kiszálltak a hajóból, és várják, hogy a gyerekek beszálljanak az új játszótéren lévő hajóba, birtokba vegyék a hintákat. Én azt gondolom, hogy ezzel a játszótérrel, a régi játszótér lecserélésével egy olyan színvonalas teret hoztunk ide a vadaskerten belőle, hogy én azt gondolom, hogy példaértékű lehet. Ezek az újdonságok várják tehát a vendégeket azt követően, hogy újra kinyit a vadaskert. Az ott dolgozók nagyon nehéz helyzetben vannak, hiszen az állatokat el kell látni, bevétele azonban most nincs az állatkertnek, a tartalékokat lassan kezdik felélni. Kétféleképpen tudunk segíteni, adományokkal, legyen az akár zöldség, gyümölcs vagy hús, de akár anyagi támogatással is, illetve azzal, hogy a járvány után minél többen meglátogatják az állatkertet és töltenek el egy kellemes napot a hosszú, bezártsággal telt hetek után.